magával most viccelődünk? Mindjárt megmondom, mi lesz a vicces! Kimegyek a mosdóba. Azt hiszem, kissé elvetettem a súlykot. Megint. Na mindegy, de remélem rájöttek, hogy elvesztették a legerősebb versenyzőinket. Én is ugyanúgy izgulok a randid miatt, mint te szívem, mondjuk. De azért szabjunk határt annak, hogy mennyit költesz egy ruhára. Sharon, biztos sokáig fog tartani a forgatás. Bepakoltam egy kis egészséges uzsit, meg a gyöngyöt. Az a dolgom, hogy lehetővé tegyem, hogy beszélhessetek a történtekről. Pontosan! Ne aggódj, vezető! Vad emberek, pogány! Ne magadat hibáztasd! Igazad van, akkor tényleg nem mehetsz vissza! Létezik egy mindennél hatalmasabb ősi varázslat, az irányítja egész Narniát. Az dönti el, mi jó, mi rossz. Az határozza meg sorsunkat. Bizony, Fiona, én vagyok. Csak hogy tudd, nem miattam. Mégis, hogy legyek elbűvölő, mikor egy szörnyű ogrét kell játszanom? Rám semmi szükség, csak basszusozom a háttérben. Senki sem emlékszik rám. Pontosan az ilyen hozzáállás okozta a Laufendel vesztét. Gáz a cucc. Figyelj, a feudális Európa már nem menő. Üdv, ifjak és leányzok. Majd valami ilyesmi. A teste háromszor körbeúzta a hajót, majd visszamászott a fedélzetre. Mégis olybá tűnik. A kapitánya bizonyos Ponce de León volt. Ami azt illeti, elég ügyesen csinálta. Akár talkshow-t is vezethetne a tévében. Tudtommal a kutya sem kérdezte a véleményedet. Mint egy idióta. Hogy legyek Léla méltó utódja, ha ilyen tökkel ütötteket szabadítanak rám? Azért vannak álmaink, hogy valóra váltsuk őket. Ekkora nyomás nehezedett a válladra, és mégis győztél. Hihetetlen vagy. Nem is vagy kis disznó. Hé, mi lenne, ha beburkolnám őket? Akkor vigyáznunk kell, hogy mindig legyen nálunk egy rohetli szemcsepp. Eltöröm a nyakadat, te kis nyampadék! Hát ez szánalmas! Nyugodtan beismerheti, úgy is tudom. Sokkal szebb és tehetségesebb vagyok nála. Belőlem ezerszer jobb főszereplő lehetne. Nagyon kit érdekel egy ostoba buli. Csak abból válhat igazi sztár, aki tudja, hogy képtelen álmokat kerget. Mégis rendületlenül hisz bennük. És ahogy elnéztem, nem én voltam az egyetlen, aki előtt megjelentek a múlt legszebb pillanatai. Hű, milyen izgalmasan kezdődik a norvégiai nyaralásunk. Én nem vagyok valami nagy szórakoztató. Az iskolai ünnepségeken az élőképben én voltam a régi boglárka, de az már régen volt. Gyöbbér se rendel! Van, aki soha nem változik meg. Eljött az igazság pillanata. Elég kárt okoztál erre a napra, Délibár. Az én dolgom, hogy törbe csaljam és végre leszámoljak vele. Láttam, az egyik srác fejrejtette a partnerét. Őrület, hogy találkozhattunk. Elnézést! Minden fő ételcsoportból kapunk. Csáó! Látod, mi leszünk az új barátaid a következő 8 héten át. Mi van? Nem lehetek én az apja. Te megvesztél? Miről beszélsz? Nem. Szexuálisan most vagyok a csúcson. Még számtalan csajjal kell kefélnem, mielőtt arra adnám a fejem, hogy apa lesz. Ó, értem. Kicsit magányos vagy, ugye? Talán egy kicsit pókhálós oda lenn. Értem. Régen volt már, hogy valakivel, tudom. Szerinted hol kezdjük? Mit pofáztam nektek a bolt előtti kofázásról? Dobd a srácot és terítsd az árut máshol, szülledék. Ó, ez mesés. Még egyszer lehet? Mazsola?
Mazsala vagyok! Ilyen vékonyak a halak. Ilyen vastag a bőr a képén. Szeretném felvilágosítani, hogy én egy rendkívül művelt és intelligens nő vagyok, akinek a szellemi képességei mellett a maga miniaturizált agytekervényei labdába sem rúghatnak. Máskor jusson eszébe. Csak azért van itt, mert én megkértem rá. Vacsoránál találkozunk. Egy pandarú, hát persze. Most is vele azol néha. Oh, a kis cuki pandarú. Nem számít, szót értesz a gyerekekkel. Akkor irány a hegyek? Bármit. Tudod, hogy szeretem a békönt, legyen az. És most ki az edző? Ó, dehogy nem. Csak nem látszott. Tudatosan kaptatok mindössze csipetnyi emberi érzelmet. Épp annyit, hogy szégyeljétek magatokat, baby game! Abból léptél volna elő. Három másik van otthon. Ő még szopik, úgyhogy bárhová elvihetem. Biztos, hogy nem konkurencia. Azok vámpírok. Csak annyit kell tennünk, hogyha ide valaki bejön, az úgy érezze, mintha a New York-i metróba csöppelt volna. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy teljessé tegyük ezt az élményt. Remek! Már itt is vagyunk. De jó ég, szeszélyes is. Lesz vele gondotok otthon is, fiam. A legtöbb lány szenved tőle időnként a menstruációs ciklus alatt. Sharon egy-kettőre rendbe jön. Ez a csomag egészségügyi betét elég lesz egy pár napra. Apám, én azt hiszem, az álmaim egészen más irányt mutat. Jók nekünk a mi házaim. Ó, tessék, rengeteg van belőle. Nem tudnálak el. Ha megölöd őt, végezned kell velem. Nézd! Egy nyári tábor! Ugyanezt a fát láttuk ki már 2 órája is! Ó, tudom, hogy kell menni a plázához! És gyönyörű, és talán még okosabb is, mint én! Hogy a jó büdös francba kerülsz ide, ha az előbb nyisszantották ketté a koponyádat? Na csak oda néz! Tiszta, most meg hova elvezel? Hát, ha már így rákérdeztél! Próbálj csak meg még egyszer emberi lelkekre vadászni, és egyesével tépem ki a fogaidat! De mi más tehetnék? Keres új életcélt! Ha?